Minden napból, a legközönségesebből, a sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha pillanatokra is egy jó indulatú szóval, méltányos cselekedettel, udvarias mozdulattal. Nem kell sok dolog az ünnephez. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassággal, tehát az ünneppel. Több évtizedes tapasztalattal mennyire volt könnyű összehozni ezt a mai délutánt? Szerencsés helyzetben vagyok, mert igazából olyan csapat áll mögöttem, hogy szeretjük ezt csinálni, szeretjük kiszolgálni az időseket, szívesen készülünk, örömmel fogadjuk őket a ilyen mai napi, mint a mai napi rendezvény is. Tehát a csapat együtt van, szeretettel, őszintén, odaadóan végezzük a feladatot. Úgy tűnik, hogy ennek a rendezvénynek tényleg van népszerűsége a településen. Mennyi idős nyugdíjas ember él jelenleg Lentikápolnán? Városrészek közül Lentikápolna a legnagyobb lélekszámmal bíró településrész. És hogy erre a rendezvényre 148 névre szól meghívót küldtünk, ilyenkor figyelünk arra, hogy ki töltötte be a szép korúak intervallum idejét. Tehát mindenkit meghívunk, és úgy érezzük, hogy szeretnek bennünket, szeretik a műsorainkat, szívesen jönnek. Ez egy olyan hagyománya vált Lentikápolnán, de nem csak Lentikápolnán, szerintem ez az egész városrészben töretlenül működik, de most, hogy a Kápolnán maradva tényleg mindenki várja, és örömmel jönnek. Mennyire van összekovácsoló ereje? Tehát akik itt találkoznak, azok később is összejárhatnak a faluban egy délutáni beszélgetésre, vasárnap délután egy közös eszmecserére? Szerintem igen, biztos, hogy van összekovácsoló, nem csak azért, mert ez a rendezvény majd lezajlik, hanem szerintem vannak olyan kis csoportok, csoportolósalások, akik délelőttőként misére járnak, hiszen Kápolnán van egy imaház, oda is rendszeresen járnak, és szerintem ez a kollektíva ugyanúgy tömegesen ezzel a rendezvényen is részt vesz. Gondolom figyelembe vették a szépkorúak igényeit, milyen műsor lesz ma? Hát igazából Kápolna mindig híres volt, hogy közel 50 gyerek jár Lentibe különböző intézményekbe, és önállóan mindig készülünk színvonalas műsorra, Bece Klári segítségével, úgyhogy ez ma is így van. Aztán próbálunk vendég előadókat hívni, ez szintén ma is így történik, úgyhogy a repertoár az bő, nem unalmas, és ezért szívesen jönnek az idősek erre a rendezvényre. Attól senki, semben van mindenki. Sem hagytok, oly rendesek vagytok. Látjátok, gyerekek, mi van ma veletek? Mamák, milyen jók az unokák? Ünneplőben vannak, verseket szavalnak, minden nagymamának forró csokot adnak. Jó alkalomnak tartja ezt a mai napot arra, hogy a faluban élő többi szépkorúval találkozzon? Én nagyon jót tartom, nagyon jónak tartom az egészet, mert valamikor még diákkoromban is, akik nevelők, tanárok voltak, meghívtuk, hát nem öregek, hanem az idő, a tanári körnek az összejövetel volt, és egy gyönyörű volt a diákotól, és ez itt remek, és mindenki jól érzi magát. Jellemző egyébként az itt élőkre, és akár önre is az, hogy más napokon is összejönnek, beszélgetnek, megvitatják az éppen aktuális problémákat, vagy éppen azt, hogy mit terveznek. Két jobb otthon van, és mindenkinek megvan a kis klikje, akivel elbeszélget, elveszekszik, már csak úgy, hogy lökjük már össze. Tehát sajnos a kultúrélet az megszűnt. Valamikor én voltam itt kultúrigazgató, amikor Pestről hazakerültem, de más világ van, a fiatalok mások, mint a mikorosztály. Ugye hiába mások, most már a mentalitás, az emberek fáradnak, nincs hozzá ambíció már. A fiatalok, megvan a saját életük, este 11-kor elmennek reggel 5-ig bulizni, ez az életük. Nekünk meg az, hogy a kocsmába elmegyünk, egy kis sört vagy fröccsöt megiszunk. Egy kicsit, jól érzem, hogy egy kicsit irigykedik a fiatalokra? Én mindig irigykedtem, de főleg mikor már a 74-et kezdem, most már nagyon irigylem.